1 kiló 73 deka. Szépen gyűlt a szágban a hal, a sérülteknek kiírt verseny résztvevői vették birtokba a tópartot. A legtöbben nem csak a pecabot végét fogták az egész napos horgászaton. Már 12. törpeharcsa, meg két darab keszeget fogtam, egyik 60 dekás, másik meg 40 dekás. A türelem mellett a csalinak is fontos szerep jutott. Gilisztát. Meg? Meg kukoricát, kukoricára kap a legjobban. Nem mindenki az elsőségért érkezett. Igazából az, hogy nem fogok halat, az annyira nem probléma, meg szoktam, már általában nem nagyon szoktam halat fogni, de szeretek horgászni annak ellenére, mert nagyon szeretem a vizet, nagyon szeretem a levegőt, a jó időt, és igazából nagyon jók a horgásztársak is általában. Én ezért jöttem ide, hogy jól érezzem magam mai napon, délelőtt is, délután is. A Horvölgye Horgász Egyesület nem először hívott pecázni sérült embereket. A cél nem az elsőség, hanem egy jó hangulatú nap eltöltése volt közösen a horgásztók körül. Idén több mint 60-an ragadtak horgászbotot. Nem egy kőkemény horgászversenyt kell elképzelni nagyon kemény szabályokkal, hanem az arról szól, hogy szerezzünk egy szép napot annak, akinek lehet, hogy teljesen más az életvitele, mint egy átlag normális embernek. Eljönnek ide, egy jót esznek, szórakoznak, beszélgetnek, rengeteg támogatónk van, előbb is jeleztem, éppen fagyit hordanak körbe. Ez csupán csak arra szól, hogy mindenkinek egy szép napot szerezzünk. Halászlé és pacal pörkölt főtt a kondérokban, ingyenes vércukorszintméréssel is készültek a szervezők. Akár sírtes, akkor etetőanyag, salik. A megmérettetés végén senki sem tért haza üres kézzel a horgászversenyről, számos nagy vállalat állt a jótékony kezdeményezés mögé, melyet jövőre is megrendeznének.